Hogyan értékelné Csantavér elmúlt egy évét? Csantavér helyi közösség vezetőség az elmúlt egy évet sajnos megelégedetlenséggel tudja lezárni, hiszen mindazok a célok és a beígért esetleges munkálatok sajnos nem valósultak meg az elmúlt év folyamán. Hivatkozva talán a gazdasági helyzet állapotáról, a költségvetés és a budzsék hiányosságáról, így sajnos a szabadkai kültelepülések igen kevés eszközhöz jutottak, tehát ebben az elmúlt esztendőben beruházásokként, vagy pedig kommunális infrastruktúra újításán, javításán, kiépítésénből sajnos nem lett semmi. Hozzá kell fűzni ez a témához az, hogy azonban a helyi közösség igyekezett továbbra is fenntartani azt a kontinuitást, amely a falu napi ünnepi rendezvényeket illeti, tehát szerény eszközök és szerény körülmények között megünnepeltük a falunapot június 13-án egy háromnapos ünnepség sorozattal. Meg kell említeni, ami nagyon fontos, az, hogy a tavalyi év folyamán elkészült a falu részletes tervének kidolgozása, amely körülbelül 11 millió dinárba került. Sajnos nem tudtuk elfogadtatni a városi közgyűléssel a tavalyi folyamán, az most valószínűleg januárban fog megtörténni. Ez fontos dokumentum, mert ez egy alappillére a további esetleges fejlődésnek, a falunak a jövői tekintetében. Az ősz folyamán a tartományi mezőgazdasági titkárságtól két pályázaton indultunk, és mind a két pályázaton nyertünk, úgyhogy novemberben szerződést írtunk alá a tartományi mezőgazdasági titkársággal, amely 4 millió dinár értékű, és mely már a folyószámlánkon is van. Ezek céleszközök, egyik célja ezeknek az eszközöknek az elhasználásának, a mezőutak, vagyis a rázófelületeknek a felújítása a mezőgazdaság részére, valamint a másik pedig a vízelvezetés van számva, tehát az úgynevezett romakanálisnak a kitisztítása és a 6. utcai híd felújítására lesz fordítva az idei folyamán. Csantavér elmúlt egy éve gyakorlatilag katasztrófa. Semmilyen fejlesztés nem történt. Egy kapavágás, egy méter út, semmi. Sajnos. Szomorú. Ennyi. Hol maradt el leginkább a fejlesztés? Minden területe. Ez az infrastruktúra területén, tehát az utak építésében, a vízelvezetésben, a központrendezésben, a szociális biztonság területén, mindenhol. Ennyi. Szomorú ez a helyzet. Hát ez bonyolult kérdés, hogy mert ahány ember annyi igény és annyi probléma. Csantavér sajnos nincs még abban a kellő állapotban, hogy mondhassuk, hogy bizonyos konkrét célok felé haladjunk, például mind a kanalizáció, a szennyvízelvezető hálózat kidolgozása és kiépítése, annak tervdokumentációnak elkészítése. Számos utca még földes, számos utca belé lakosoknak, tehát a prioritások, a saját utcáknak a rendbetétele, de ami persze lényeges, ugye, ha probléma van, ilyenkor a belvizek is problémát jelentenek, tehát a vízelvezető, csapadékelvezető csatornáknak a felújítása is egy lényeges probléma. Azonban, ha globálisan nézzük, tehát a munkanélküliség jelenteni talán a legnagyobb problémát a helyi közösség területén, és a helyi közösség vezetősége így ezzel a dokumentummal, amit az előbb említettem, tehát a rendezési tervvel, már tud lépni annak irányában, hogy a jövőben, a jövő generációk számára munkahelyeket tudnunk esetleg biztosítani. Hogyan orvosolná a munkanélküliség problémáját? Hát beruházásokkal, tehát sajnos Csantavérnek a munkaképes lakosságának mondhatni 70%-a úgymond munkanélküli. Szerencse talán a falu helyzetében az, hogy tudnak mezőgazdasággal foglalkozni. De mindannyian tisztában vagyunk azzal és abban a tényezővel, hogy a mezőgazdaság is nem éppen abban a helyzetben van, hogy abból egy biztos jövedelemre, egy biztos prosperitásra számíthat a család, így hát munkahelyek teremtésére mindenféleképp szükség van. Az új falurendezési terv előre lát egy 100 hektárnyi ipari
zónát, amely Csantavér és az autóút közt helyezkedne el. Az első lépés talán ennek az ipari zónának a felkészítésére arra, hogy beruházókat tudjon fogadni, legyenek azok hazai vagy külföldi investitorok, akik kis középvállalkozással munkahelyeket tudnának majd teremteni a falu lakosai számára. Egy ajánlatot tudnánk tenni talán a város vezetősége felé, hogy a városnak is ebben segítségét kérjük, és igényt tartunk rá, hogy talán egy olyan költségvetés kéne tervezni a városban, amely stimulálná a magánvállalkozókat, és azokat, akik magánvállalkozók akarnak lenni, és így oly módon, hogy kölcsönökkel és más úton, tehát anyagi eszközökhöz jutatnánk az induláshoz ezeket az embereket, akik ugye utána más embereket is tudnának alkalmazni, így családokat tudnának ellátni biztos jövedelemmel. A munkanélküliség problémáját úgy kellene orvosolni, hogy meg kellene próbálni létrehozni azt az ipari parkot, amit annak idején szerettünk volna. Ennek az ipari parknak a helye tulajdonképpen az autóút mellett lenne, és annak idején voltak rá jelentkezők, akik érdekeltek lettek volna, tehát egy ipari park létesítése lenne az, ami tulajdonképpen a fejlődés záloga lehetne. Hogyan javítana Csantavér közbiztonságán? Csantavér közbiztonsága, ez egy nagyon problematikus dolog. Hogy hogyan lehetne megoldani ezt egyelőre, nagyon nehéz megmondani. Tény, hogy az utóbbi időben rendkívül mértékben elszaporodtak a betörések, lopások. Az is tény, hogy a közbiztonság rendkívül alacsony szinten van. Kérdés, hogy a rendőrök számának növelésével meg lehetne ezt oldani. Az egyik probléma szerintem az, hogy ha több munkahely lenne, akkor nyilván a lopások, betörések száma is kevesebb lenne tekintette arra, hogy több pénz jutna a megélhetésre. A másik dolog, amit fontosnak tartok, szükség lenne az átképzések megindítására, ami azt jelenti, hogy azokat az embereket, akik bizonyos munkaterületen nem találnak munkát, más profilra képezni át, és talán ebbe sikeresebbek lennének. A másik, a roma lakosság felé is fordulni kellene, szintén egyfajta átképzés biztosítani a számukra, olyan szakmákat adni a kezükbe, amivel talán valami pénzt tudnának találni, és akkor nyilván a roma populáció által okozott problémák száma is lényegesen csökkenne. Hát sajnos betörésekről egész év folyamán lehet beszélni. Ilyen történések minden évben, tehát teljes év folyamán történnek. Most az utóbbi időben valahogy talán ez egy kicsit nagyobb százalékban volt jelen a helyi közösségünkben. A helyi közösség megtette a kerüléspéseket, már a rendőrséggel úgy tavasszal is beszélgettünk. Most éppen az elmúlt napokban volt egy közös megbeszélésünk velük, ahol jelen volt a környező négy helyi közösség is, tehát Bácsokhoz, Dusanovó, Visnyevác, Újzsérnyik és Nagyfény képviselői is jelen voltak, és a rendőrséggel egy probléma megoldási lehetőségről beszéltünk. Sajnos a törvényhoz olyan törvényeket írt elő ebben az országban, amely nem kellőképpen megfelelő, bizonyos mértékben degradálja az emberi jogokat, és meghatározza azt, hogy mondhatni határt húz a betörésnek, vagyis a betörések minőségére vonatkozóak. Tehát vannak kisbetörések, mondjam úgy, és nagy betörések. Talán az ügyészségben van, és a bíróságon van a legnagyobb probléma. Őnáluk valahogy akad meg a dolog, tehát nem indítanak eljárást az elkövetők ellen, vagy pedig a meghozott ítéleteket nem hajtatják végre. Na most a helyi közösség, hogy ezt valami úton módon megoldja, először is le kell ülni ezekkel az emberekkel beszélni. Átillattal fordultunk úgy a bírósághoz, úgy a szociális központhoz, valamint szintén a rendőrség vezetősége szabadkai részlegének, hogy február 1-én egy közös közgyűlési gyűlésen legyenek jelen, és hogy ne csak Murényi Tibor vagy Berény István által vigyük ezt a bizonyos információkat, amit őtől kapunk szét a falu területén,
hanem tehát mondják el az egész közgyűlésnek, hogy mik azok a problémák, mik azok a lehetőségek, hogyan lehet esetleg változtatni ezen. De hát szerintem, és ez az álláspontja a belügynek is, hogy a törvényhozóban van a keresendő a hiba, és ott kell tehát a törvényeken kell változtatni, hogy ezek a folyamatok mindig kevesebb arányban legyenek jelen, hiszen ez nem csak csantavéli probléma, hanem országos probléma, Szabadkán is hasonló a helyzet. Lehet, hogy mind érzékenyebben veszünk, mert csantavér eleve szegény, és a szegény embertől, ha valamit elvesznek, akkor az még jobban fáj. Megvalósíthatónak tartja és támogatja, hogy csantavér önálló község legyen? Persze. 2007 folyamán elkészült egy megvalósítási tanulmány ennek terén, tehát egy csantavér, mint különálló község. Persze magába öleli a környező településeket, egy Európai Uniós szabvány alapján, tehát amely úgynevezett NUTS 4-es mini régiónak számítana. Ez az 5-től 15 ezer főszámoló lakosságot ölelni magába. Továbbra is kiállunk ennek a tervnek és gondolatnak a megvalósításában, hiszen számos tapasztalat utal arra, hogy a kisközösségek igenis meg tudnak önállóan lenni. Nem kell messzire menni, nem kell Magyarországra menni, Mezőberény vagy Mórahalom, mint példát felhozni. Itt van Szerbiában például Inzia, Pecinci, hát is nem olyan messze tőlünk Kishegyes is meg tud élni, mint önálló község. Hiszen az egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy a község, mint kis mini régió önállóan gondolkodjon, tehát a saját elgondolásai alapján tervezze meg a saját jövőjét, anyagi forrásokkal rendelkezne, nem kellene minden pénzért valahol könyörögni járni, és akkor az politikai vagy más, amelyek most per pillanat politikai vagy más alapon osztódnak szét. Új Belgrádból, Újvidék felé, új sajnos Szabadkából a kültelepülések felé. Igen, tulajdonképpen ez az elmélet, illetve ez az ötlet először én tőlem származott, és én mondtam ezt ki jó pár évvel ezelőtt. Én nagyon szeretném, hogyha Csantavér visszakapná az 1962-ben megszüntetett státusát, és egy önálló község volna. Nyilván akkor egészen másképp lehetne ezt a falut kezelni egy olyan vezetéssel, aki gyakorlatilag azzal a feladattal lenne megbízva, hogy ezt a falut 24 órában kormányozza, felügyelje, odafigyeljen rá, oldja meg a különböző problémákat, amik a faluban vannak. Mi a különbség a helyi közösség mostani és a korábbi VMS-es vezetése között? Hát tulajdonképpen a különbség a két vezetés között annyi, hogy a VMS korábbi vezetése sikeresebb volt, tekintettel arra, hogy el tudta érni, hogy még bizonyos beruházások, pénzek érkezenek a faluba. Ez a mostani vezetés sajnos nem tudott elérni ezen a téren semmit. Talán azt meg kell mondani azt, hogy VMS-es vezetőség, tehát jó a kérdés. Tehát a jelenlegi vezetőség is, most mondhatni azt, hogy ligás vezetőség, nem ligás vezetőségről beszélünk. Tehát a jelenlegi vezetőség is négy pártból áll. Tehát itt vannak a demokraták, itt van a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, itt van a G17 és a Csantavéri Lakosok Civil Egyesület. Tehát faktikusan négy összetételű. Ez hasonlóképpen volt másfél év ezelőtt is, ahol szintén a VMS, a Demokrata Párt, a G17 és a VMDP volt közösen hatalmi koalíción. Én talán, ha nem a nézők se és önök se veszik zokon, talán abban látom a lényeges különbséget, hogy ez a vezetőség egy kompromisszumra képes, egy dialógusra képes vezetőség, és a közös célért közösen küzdünk meg, nem pedig olyan alapon, hogy ha nem úgy, ahogy én akarom, akkor nem is fog működni. A művelődés és a sport területén mit támogatna leginkább? Mind a kettőt támogatnám, ha lenne rá eszközöm. Sajnos lehetőségeink szerint így is bizonyos mértékben valamilyen úton, módon úgy a kultúrát, úgy a sportot, hát mondom azt, hogy támogatjuk.
ők mint különálló egységek léteznek a törvényben, és saját maguknak kellene valahogy feltalálni, megtalálni az anyagi források lehetőséget, tehát pályázatokon vagy más módon, de a helyi közösség hát igyekszik ilyen, olyan módon fellépni, hogy ezeket a pályázatokat kézbesíti, próbál nekik segíteni, hogy megnyílt egy pályázat, pályázatok rá, és akkor esetleg, ez, ha jó a pályázat, jó meg van írva, és ha hajlandóság van valahol, akivel ezeket az eszközöket osztják, akkor pénzhez tudnak jutni. Elég rossz állapotban van a Csantaljon a kultúra, a sport valamennyire talán még jobb helyzetben is van, hiszen 2003-4-ben a sportpályát az USA-d és az ADF-en keresztül nagyon szépen fel tudtuk újítani. Megvannak a lehetőségek, tehát az öltözők, a fürdők, a maga a pálya kitűnő állapotban van, kézilabda, kosárlabda pálya van. Ugye felújítottuk az iskolában is úgy a tornatermet, úgy kinti pályákat sikerült e-módon kieszközni. Tehát a gyereknek és az ifjúságnak van lehetősége sporttal foglalkozni. Itt is anyagi eszközökről, tehát anyagi eszközök hiányáról beszélhetünk. Maga a futballklub, a Csantai Futballklub bizonyos állandó forrásokkal rendelkezik, amellyel minden évet el tud kezdeni. Na most ez a kultúrában valószínűleg másképpen néz ki. Sajnos kicsi a településünk, két kultúraegyesületünk van, ezt valami úton módon egybe kéne hozni, hogy a fiatalok egy helyen jöjjenek össze, ne pedig már eleve két különböző kultúraegyesületbe járjanak, hiszen mindannyian magyarok vagyunk, és egy a kultúránk, egy a hagyományunk, és talán közös erővel ők is több anyagi eszközhöz tudnának jutni bármilyen forrásból. A helyi közösségnek a keze és a jövedelmi forrásai megvannak kötve, tehát külön erre a célra a helyi közösség eszközöket a várostól nem kap. Csantavér valamikor híres sporttelepülés volt. Innen országos bajnok és országos rekorder futók kerültek ki. Valamikor nagyon magas szintű kézlabda játék folyt. Híresek voltak a pingpongozók, stb. Ahhoz, hogy itt egy komolyabb sportélet jöjjön létre, ahhoz nyilván feltételeket kell elteremteni, és ez azt jelenti, hogy pénzt kellene belepumpálni a sportba. Na most, hogy ezt hogy lehetne megoldani, az egy más kérdés. Tekintette arra, hogy jelen pillanatban igazából csak a futball él, és a futball is sajnos igen alacsony szinten van, ami azt jelenti, hogy nagyon alacsony ligába játszanak a fiúk. A pálya az nagyon szép, de hát a játékos anyag minőségével baj van, meg gondolom a pénzeléssel is baj van, és ebből kifolyólag, mint ahogy annak idején Puskás mondta, a kis pénz, kis foci. A művelődés területén pedig az volna a megoldás az én véleményem szerint, hogyha létre lehetne hozni egy közösségi házat, ebbe a közösségi házba be lehetne kapcsolni a Mendikuszt is, a Bartók Bélát is, ebbe a közösségi házba tulajdonképpen létre lehetne hozni mindazokat a feltételeket, ami egy virágzó kulturális élethez lenne szükséges, sajnos ez ma Csantavéren nincs meg. Hogyan javítana Csantavér központjának kinézetén? Gyakorlatilag erre léteznek tervek. Én úgy javítanák a központ kinézésén, hogy kiírnék egy pályázatot. Erre a pályázatra, ami pénzalapú volna, nyilván jelentkeznének építészek, olyanok, akik városépítészettel foglalkoznak. És ötletterveket dolgoznának ki, és ezen ötlettervek alapján, ugye nyilván egy zsűri, szakzsűri kiválasztana egy ötlettervet, és azt valósítanám meg. Csantavér központjának a rendezése már egy 3 éves terv része, minden évben mind prioritás átvonadva a város irányában. Hát várjuk azt a kellő pillanatot, amikor erre valamilyen beruházási alapból legyen az a vajdasági, vagy a szerbiai, vagy pedig a községi költségvetésből eszközökhöz jutunk. Hát én az elgondolásom szerint egy kisvárosi központnak kéne ennek kinézni, tehát ahol van sétány, ahol ki lehet ülni, ahol a nagy nehéz teherforgalom nincs jelen a központban, tehát egy biztonságosabb légkör, és persze hát virágokkal ellátva, stb. Például Móra halom vagy ne menjek tovább.
ahol egyszerűen az ember jól érzi magát. Na most ha arra gondolnak, hogy most az aszfaltos legyen, vagy kikövezetet, ez már részletkérdése és részletek kérdése, tehát anyagi források kérdése, hogy mennyibe tudunk. Ha több pénz van, valószínűleg szebben meg tudjuk oldani, ha kevesebb az eszköz, akkor kevésbé annyira, de minden esetre a központ felújításra szorul. 3 éve küzdünk azért, hogy a helyi közösség központja fel legyen újítva. Hát már tavaly meg volt ígérve, reméljük az idén lesz belőle valami. Pro contra.